Szia, nevem Richard, ebben a videóban arról fogok beszélni, hogy hogyan használd fel, és hogyan tudod kiaknázni tulajdonképpen a szociális média platformok erősségét, hogyan tudod felhasználni ezeket a platformokat, hogy jövedelmet tudjál magadnak generálni. Tehát akkor ebben a videóban erről lesz szó, tehát a szociális médiák erőssége, és azt akarom mondani ezzel, hogy nagyon fontos, hogy te jelen legyél a szociális médiákban. Nem tudom, mit használsz, ugye, hogy többféle platform van. El kell mondjam, hogy egyik erőssége ezeknek a platformoknak az, és abban tud segíteni neked, hogy te automatizál. Mit akarok ezzel mondani? Hogyha te feltöltesz egy tartalmat, posztolsz, igaz? Az a poszt az ott marad, és ez akkor is dolgozik, mikor te például alszol. Tehát te feltöltesz egy posztot, mondjuk, hogy itt vagy Európában, amikor te alszol, lehet, hogy a világ másik felén azt a posztot valaki meg fogja nézni, ugye lehet ez egy poszt, egy bejegyzés, ugye, egy videó is, és hogyha az egy szisztémával van összekötve, akkor neked lehet jövedelmet akkor is, mikor alszol. Tehát ezért mondom azt, hogy automatizált, nagyon erős ebből a szempontból ezek a szociális médiák. A másik erőssége, hogy tehát ingyen van. Tehát ha akarsz egy csatornát nyitni a YouTube-on, igaz, nem kell fizessen, ingyen van. Ha Facebookon egy kontot akarsz nyitni, ingyen van. Instagram ingyen van, LinkedIn, Twitter ingyen van, tehát nagyon fontos, hogy te úgy gondolkozzál, mint egy marketinges, egy marketer. Persze, hogyha akarod, hogy jövedelmed legyen online, tehát az interneten tudjál pénzt keresni, úgy kell gondolkozzál, mint egy vállalkozó, egy marketinges. El kell mondjam, hogy igaz, hogy például, ha indítasz egy YouTube csatornát, vagy az Instagram, vagy akár elég nehéz előre elindulni. Tehát időben fog telni, ez így volt velem is, nekem is előre nem voltak feliratkozóim, nem nézte ugye majdnem senki a videókat, de hogyha csinálod a munkát és mész előre, akkor idővel ez meg fog történni. Tehát nagyon fontos, hogy töltsél fel tartalmat, tehát anyagokat, és egy másik pont, hogy legyen egy irány, vagy egy vízió, ami van neked, tehát legyen irány, amiben haladsz, legyen egy vízió. El kell, hogy mondjam, gondolkozzál hosszú távon, például mi lesz 2 év múlva. Gondolkozzál úgy, hogy 2 év múlva lesz 100 000 feliratkozót, ezren, 2000-en, 3000-en fogják nézni a videóidat, tehát ezt így kell gondolkodni, tehát legyen egy pozitív hozzáállásod, és ne úgy indulj el, hogy elkezded, és látod, hogy 1-2 nap alatt nincsen semmi mozgás, nincs feliratkozó, és akkor azt mondod, ó, hát ez nem működik, és mi akkor miért is csinálunk. Tehát ilyen gondolkozással nem lehet elindulni, tehát meg kell változtatni a gondolkozásodat, és úgy kell gondolkozni, mint egy vállalkozó, mint egy marketinges, és menjél előre, és csináljad a munkát. Mindenki így volt, hogy előre majdnem nem volt se feliratkozó, nem volt se nézettség, tehát ez mindenkivel így van, de mivel csinálod a munkát és mész előre, és el kell mondjam, hogy hosszú távon kell gondolkozzá, akkor lesz eredmény, és nagyon fontos, hogy lehetséges, tehát hogy gondoljad azt, hogy lehetséges, tehát hittesd el magaddal, hogy
meg tudod ezeket csinálni. Mivel, hogy ezek a tartalmak, tehát ugye a posztolás, videók, ezek fogják hozni a potenciális partnereket, potenciális vevőt, potenciális vásárlókat neked, igaz? Tehát posztot, ha a szociális médiák ugye posztot lehet, vagy videót, ezek tulajdonképpen fogják neked generálni a potenciális vásárlót, igaz? Facebookon lehet, igaz? Posztolás, lehet fénykép, vagy lehet videó, Instagramon lehet, igaz, a fénykép, videó, akkor van a YouTube, ahol lehet videó, Twitter, LinkedIn és más platformok, amit lehet használni, igaz. Most ugye a telefonon vagyunk, és a telefonon ugye most már minden rajta van, tehát tudod használni. Ezek a platformok ingyen vannak, tehát ki lehet használni. Tehát nagyon fontos a hozzáállás, a gondolkozás, elkönyvő 95%-a, hogy az lesz, hogy te, hogyha neked jó a gondolkozásod, akkor lesz eredménye. Tehát 95%-ban a gondolkozásod határozza meg az, hogy neked lesz-e eredménye. Tehát ahogy mondtam, akkor nagyon fontos, hogy legyen egy irány és egy víziót, hogy hova akarsz elindulni, és mit akarsz létrehozni. Most akkor lássunk néhány példát azokról van emberek, akik használják a szociális médiát, tulajdonképpen munkatársaim. És ahogy látod, itt van Krisz, akinek volt egy 250 dolláros jövedelme, itt van egy 100 dolláros, Bisnunak volt egy 100 dolláros jövedelme, itt van 500 dolláros jövedelem, itt van egy 250 dolláros jövedelem. Nagyon fontos, hogy legyen egy szisztémát, használj egy szisztémát, ami neked éjjel-nappal dolgozik, itt van 25 dollár, Scottnak. Tehát mi használunk egy szisztémát, 500 dollár jövedelem, itt van 250 dollár Huawei-nak. Itt van 25 dollár jövedelem, 250 dollár jövedelem Kánnak. Ezeket lehet elérni, és itt van igaz a bizonyíték, hogy ezeket már emberek elérték. 25 dollár Jonathannak. Itt van egy nagyobb, több mint 1000 dollár keresett, 250 dollár jövedelem Bishánynak. Itt van a akkor Nafiu, neki volt egy 25 dolláros, itt volt egy 250 dolláros Rodrigueznek. Tehát ezeket lehet elérni, hogy van Jonathannak 25. Akkor most ennyi lett volna ebben a videóban. Ha akarod tudni az első számú ajánlatomat arra, hogy hogyan tudnál pénzt keresni online, akkor a videóm alatt van egy link. Ott megkapod az erről szóló információt, tulajdonképpen kapsz egy ingyen videót, tréning videót, ami majd megmutassa neked, hogy miről van szó. Akkor köszönöm, hogy nézted a videót, minden jót kívánok, és szia!